Országos kombinált fogadhajtó döntő zárta a hétvégi lovasverseny Tolnamözsön. Az eseményt nagy érdeklődés övezte. Ez a kombinált akadályhajtás, ez a téli fedeles szezonnak volt a fő versenyszáma, és mivel olyan nagy volt az érdeklődés, a szakbizottság úgy döntött, hogy ettől az évtől a szabad téren is rendez egy ilyen versenysorozatot, amire kvalifikálódtak a hajtók, és itt Tolnamözsön rendezték meg ennek az országos bajnoki döntőjét. A jó kedv adott volt a versenyen, az elért eredményektől függetlenül. Kellemesen érzem a napokat, és örülök neki, hogy ilyen jó kis versenyek vannak. Virág József a programsorozat sikereiről számolt be. Az első kombinált országos fogadhajtó döntő került lebonyolításra a C kategóriában. Az eredményekkel megvagyunk, hamarosan az eredményhirdetés következik, és úgy gondolom, hogy egy sikeres versenynapokon vagyunk túl. Nem volt egyszerű, de úgy érzem, hogy minden sikerült. A versenyről bővebben a Telena magazinunkban kaphatnak betekintést.